Macskákban gazdag estét kívánok mindenkinek. Haló! Szőrtű szőrepesztő szép Hogy, Hogy mi? az, <coughs> Azt, akik most kapcsolódna be, semmit nem. Ez az pattan a sör Krisztiánnál, és természetesen Krisztiánnál most x macskával több van, és mint egy tizenéves fruska úgy gügyök hozzájuk, biztos fogjátok hallani az adásban majd, hogy Jaj, de aranyosak vagytok, meg két ideként Vegyük előről az egészet, mert kikapcsolta a gépet. <tos> Igen. <tos> elkresselt a macska. <laughs> Jaj. Buta beszéd. Ha, láttam én már karúhon. De úgyis elmesélem, a, mi történt veleteknél. Igen. Na de ha már így elkezdted. Akkor tiéd a szó. Hogy mi történt velem, képzeljétek el, cica óvodává, illetve cica napközivé avanzsálódtunk. Ez úgy történt, hogy néhány hónappal ezelőtt egy ismerősünknél, ahol dolgozik, ott szoktak föltűnni egyébként ilyen kis cicák, és ott egy két család föltűnt, az egyik anyuka nélkül két kis Icuri-picuri kis cica, és nagyon kellett őket menteni, és az én nagyobbik hugom az nagyon-nagyon cica mentő üzemmódba szokott működni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elhozzuk őket, és akkor ő majd talál nekik gazdát. És két irdatlanul bájos kis círmos cica, egy kandúr meg egy lányzó. És aztán kiderült, hogy a harmadik számú hugomék igazából szeretnének egy cicát, de nem kettőt. És ez annyira elválaszthatatlan ez a két kicsi, teljesen össze vannak szocializálódva, ugye egy testvérpáról van szó, és győzködtük őket, hogy két macska sokkal jobb, mint egy macska, ne, nem lineárisan nő az élmény és az élvezeti értéke, meg a móka faktora a dolognak, hanem exponenciálisan, és vigyétek el a kettőt, tehát nem lehet őket elválasztani. Gondolkoztak, gondolkoztak, és aztán elvitték őket. És most itt vagyunk néhány hónappal később, és elutaztak éppen otthonról, úgyhogy átmenetileg e, már volt egyszer egy ilyen, de most akkor, mivel az előző is jól bevált, ezért most átruccantak hozzánk a rögtönző cica nap közibe a, a kis cicák, és itt vannak nálunk a stúdió szobában, mert hol máshol. És hát elképesztő, aranyosak, ha, ha szeretett, bomba, szeretett mágnes cicákat láttatok már, akkor ez a kettő ez az, iszonyú aranyosak, azonnal dorombolnak, rád fekszenek, másznak mindenfelé, csúda aranyosak. Úgyhogy most ez, ez zajlik, úgyhogy itt most a podcast alatt, hogyha zörgés lesz, akkor a cicák azok, és ahogy Charlie mondta, nem elképzelhetetlen, hogy nem fogom tudni megállni, hogy néha kicsúszom belőlem a, az elalélás körüli hangeffektus, mert, mert elképesztően aranyosak és édesek a, a cicákok ez az egyik, ami történt velem, a másik meg, ami történt velem, hogy a mai napon túl vagyok az első ö, próba munka napon, az ötödik kör, ötödik interjú kör, ami ugye három nap munkából áll. Úgyhogy hosszú-hosszú évek után ledolgoztam egy húzamba 8 órát ma, sőt még többet is, kicsivel több, mint 9 -et és nagyon-nagyon és érdekes volt. E, e, teljesen nem lefáradva, hanem abszolút fölvillanyozva jöttem el bentről. Azt még nem mondom, hogy honnan, várjuk ki a végét, de rettenetesen jól éreztem magam, és, és, és is iszonyat segítőkész, kedves szuper jó fej emberekkel voltam körbevéve egész nap, éles feladatot is kaptam, ahogy Blacky mondaná, éles lövészetem voltam, amit a nap végére sikerült is megoldani, tanultam is egy csomó mindent, meg egy kicsit még talán információt is sikerült átadnom, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó sikerült ez a mai nap, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a holnapi és a holnap utáni napot is. Hogy ja, hát akkor ezek szerint, szerint azt mondták, arábiaban. hogy menjél a következő napra is? Igen, hát nem ez, nem, ez nem úgy viselkedtem akkor... az első napon, hogy többet ne kelljen visszamenni. Zsír. Úgyhogy én én nagyon klafa, érdekes fejlemények vannak itt most így a... az életemben. Csocsóasztal belőve? Abszolút. Jövő héten majd vastagabban be tudok már remélhetőleg számolni az eseményekről, de velem igazából ennyi törpént a... Ja, meg még az történt. <gül> hát ezt <laughs> nem hiszem el. Olyan vagyok, mint, a egy le, lelenc gyerek, nagyon durva, mert hogy hát ugye tél, téli csapzott ősember üzemmódban voltam a fél méteres szakál, kb, meg, meg, haj, meg minden, amit el tudtok képzelni, és akkor az egy kicsit kulturáltabban nézek már ki így az első napon, megbeszéltük Kingával, hogy lenyírja a fejemet, én meg a szakálomat, ahogy az ilyenkor lenni szokott, és annyira öreg már a haj és szakál nyíró berendezésem, hogy a hajam felénél lemerült, és nem is volt hajlandó. Krisztián, ez, ez, múltkor is challenge tovármenni. volt neked a premiernél az novemberben volt. Tehát azóta nem szerezt... Akkor csak nyökögött, de így nem, így nem állt meg. És megállt, és a fél hajam le volt vágva, a másik fele meg. És nem? Mit, csináltál? Ezt én el sem merem mondani, basszus. Sapkát vetti föl, vették. és elmenti fodrászhoz. Kinga megoldotta a szitút, egy epilátor. <laughs> de nem, nem az hát Jobb hiány epilátor, nem az, ami kitépi a hajszálaidat, mert ez egy kicsit durva lett volna, de hogy ilyen női borotfával végül is. Hát ez zseniális. Megoldotta a Várj, ezt fölírom, ez, ez kiemelt pont lesz mivel? az adás menetben, hogy műjó epilál és fésűvel együtt csinálta az egészet, mert amíg rajta volt a védőburkolat, az nagyon hamar eldugult hogy a töménytelen mennyiségű hajamtól, úgyhogy levette a védőburkolatot, és egy fésűvel karöltve próbálta megoldani a dolgot, úgyhogy viszonylag egyenetlen. A, a ezért mondom, hogy ha a lelenc gyerek frizura megvan, akkor, akkor most olyan frizurán van egy kicsit... E e érdekes, de nekem tetszik. De nem, az nem volt tényleg opció, hogy egy fodrász Ész, mit? Este, este tíz és, hát nem, de utána 9. most mondjuk ma. Nem, mert már megbarátkoztam vele, hát meg ez... most már látták az emberek is. Tehát... Hát. És uh, most Alad... már tudod, azt, azt fogja mondani, hogy ez direkt ilyen. Hallod, hát, hát, de úgy látod magad előtt a fukushima i hát, atomtámadás után az, amikor egy csomókba hullik ki a haja, és ő is így megy be a munka, és jaj, szegény, biztos sugárkezelésem volt nem annyira azért okay. nem vészes a látvány, hát, egy kicsit egy, 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 fotót, egyetlen, de... egy, fotót, egy fotót, egy a... fotót, egy ú, az kellett volna, mikor megállt a gép, akkor egy fénykép. <laughs> <laughs> Ó, baszki, hát nem gondolkozol az adásmenetre, Krisztián. Jaj, nem látod Istenem, nem. micsoda clickbait fénykép lett volna. <laughs> Máson főtt a fejem akkor Jaj. éppen, ott helyben. Hát ez kurva jól lehetett, mikor így csinál egy ilyet. Kinga, ne kapcsold ki! Én nem kapcsoltam ki! Hát akkor mi van? Ha most félig nincs hajam. Várjál, várja. Én várja. Kingának, hogy sok a hajam, ahol még van, hogy nyomd a turbógombot, nyomd a turbógombot, hadd szedje. És aztán a turbógomb meg ugye ezt a régi rossz akkumulátort egy kicsit hamarabb lett. Tehát gyorsabban De mi ebből a tanulság, Krisztián? hogy olyan hajnyírót kell, kell venni, 18, 6, es amire 18-650-es kell... van. Absolút. Abszolút. Most egy kis szélsz oktatásom voltam, és van itt nálam egy eladó 3S-es Turnigy 1500 milliamperes 3570C-s lipó pak, esetleg ha meg tudod patkolni vele, akkor ez örök élet meg egy nap. Oh, Szigetelő szalagon ráhúznád. <kül> Inkább fussunk össze a másik akkumulátorok miatt valamikor. Ó, nagyon jó. Vigyem a hajnyi rómat, mert nekem van a kus, Nem nálad. köszönöm, most már tökéletes, tehát így most már rá is nőtt a, 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 a hajam majdnem nem egész 24 órát, úgyhogy ez most már, ez most már divat, nem baleset. <laughs> első napja, Szia, batak. Batak. na Na, megvolt az a... első ügyögés. Már megint van. nem hozzánk beszél, nem igen, érdekes. Igen. Adás előtt azt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy Krisztián egy ilyen, hát ő egy igazi kulák lakásban lakik, és, és hallottuk a távolból. A kb. mint hogyha nem egy 40 ezer forintos mikrofonba beszélne, hanem valahol a szoba bezárva az ajtó és a másik oldalról. Krisztián, Krisztián, nem jó a jelforrásod. A ah, hülyeségeket beszéltek. Látom, hogy jó rögzít az audacity Olyan hülyék vagy. vagytok. a cicák. Mit csinálnak? Búznak a cicák? Hugyoznak? Felvált, és ja, nyalogatják a... egymást. Ezt nem akarom tudni. Ö, és akkor Krisztián, miután minket elküldött a francba, hogy mennyire hülyék vagyunk, várjatok csak egy picit, valamit meg... Aha, aha, igen, jaj, a cicák a jelszintet, elpiszkálták az audiokomponenst és akkor... Jaj, oh, tényleg Nem a szuper van. Jaj, várj, átkatintom, és akkor utána visszajött a hangja. Össze-vissza beszélsz. Hát te beszéltél össze-vissza, Krisztián, az a baj. De hála Istennek megvan a hangod a helyén, a megfelelő forrásban. <kül> Na, és mi a helyzet a Dóci csárda környékén? Fú, hát én még mindig a, a laborvizsgálat szagába Töltöm a napjaimat, és euh, ugye az van, ha valaki nem tudná, hogy a, az aromagyártóktól ki kell kérni az aroma összetételét, mégpedig kasszám szerint. Tehát nem egy receptúrát kell megadni, hanem milyen kasszámú összetevők vannak az adott aromában. Na most van olyan gyártó, aki ezt csak úgy adja meg, hogyha aláírsz neki egy titoktartási nyilatkozatot, van, aki meg ezzel nem különösebben problémázik, megküldi a megkért a romáknak a kas összetevőit. Úgyhogy így zsong a fejem a kas számoktól, mert természetesen a mindegyik összetevőnek egyesével utána járok, hogy na, akkor az most éppen milyen, ugye nem kéne, hogy legyen benne diacetil és bármilyen diketon alapú sztori. Na, ez eddig ez a dolog teljesült, úgyhogy el is határoztam, hogyha vége van az összes labornak, akkor egyfajta ilyen nem is tudom, vevői tájékoztatóként azért ott lesz, hogy diacetil és diketon mentes. Na és hogyha már ebbe benne vagyok, gondoltam én jóságosan, akkor a kedvenc gyártomtól az egyébként külön forgalmazott aromáknak is lekérem a, a kasszámait, és azt egy ilyen, ilyen adatbázisba érted a nyakamba borították, hát ne, ne tudd meg, írtunk rá egy szoftvert, hogy kiszűrjük a a diacetil diketon származékokat, mert mondom, én ezt nem fogom végig érted ezt a iszonyú mennyiségű összetevőt, de nagyjából egyébként ilyen 30-40 kas az, ami így pörög a, az aroma piacon. Nagyjából, és nagyon érdekes, hogy szinte lehet látni, hogy na, ez a ha ez a tíz kasszám, ez csak a dohányos aromákba fordul elő, vagy van olyan, ami főleg a gyümölcsösökben. Úgyhogy ez így a számomra egy egészen, hogy is mondják ezt, ilyen, ilyen tanulságos. Volt így végig pörgetni, meg a hétvégén fát vágtam össze, mert vettünk még tűzifát, mert ugye picit bekeményített azért ez a tél, be. És uh, az a hihetetlen sztori van, hogy a, a, az ilyen, uh, minek hívják ezt a tod, amikor ilyen, ilyen, uh, ilyen két köbméteres uh, kalodá, ó, bassza meg, ez nem itt a kalodásfa és 35-38 centire van vágva, és mekkora fa fér be a kandallónkba? 30, 30, cent is. Mag Tehát, <coughs> of course. Of course, úgyhogy még tavaly vettem egy cirkulát, az idén, nem, nem még tavaly évvégén vettünk. Az a helyi műsorvezető? Egy, ja, az a cintula. <coughs> tavaly vettünk rá egy védiás lapot, és, és na is azzal lehet vágni rendesen, mert az első penge az így két ilyen vágás után gajra ment és tudod, így vágod, vágod a fát, és így folyamatosan ez, ez jut eszedbe, amikor odaér egy ilyen görcsösebb, egy ilyen megcsavart, egy ilyen nagyon izé, darab fa, így elvágod, tudod, megállsz, így nézed, basszus, de kurva jó ezért lehetne kulákmodot gyártani belőle, és így talod tovább a, <laughs> a pengét. Úgyhogy most nem is tudom, raktam öt vagy hat ilyen ö, fát, aminek tényleg ilyen nagyon szép a a belső erezete, meg a kinézete. Azt, hát ezek így hihetetlen módon vizesek, úgyhogy száradnak, azt majd jövő ilyen korra el lehet rajta gondolkozni, hogy na, lehet, hogy kéne egy boxmodot gyártani belőle, ha nem ültetnek le érte, mert az is lehet, hogy addigra ez is bűncselekményé válik. De hát nagyjából ez van, és nagyjából két hét múlva Románia, és vettem koncert koncertjegyet a Szegedi, nem tudom, ezek most hakniznak, tehát így Magyarországon a filmzenék ma élő egyik legnagyobb zeneszerzőjének a műveiből lesz egy bemutató, Elég, ha annyit mondok, hogy esőember, eredet, karibtenger kalózai. Na? Ház címmel. Ház címmer. De neki Így tavaly van is a... volt már valami koncertje. Túrnézott egy... tavaly ezzel. Tehát ő, ő nem jár koncertet adni, tehát nem vezényel. De, tudod. Tavaly volt a, a morikóne, Ennio Morricone is csinált egy ilyen világtúrnét a 60 év filmzenei címmel és egy másfél-két hónappal később a Hans Zimmer is egy hasonló témában körbe körbetúrnézte a, a földet és volt is Hans Zimmerrel együtt volt a a, a bizbasz. Azon én nem voltam én csak a morricone voltam. Uh, hát marha egy szerencséd van egyébként. Én már például a morricone tavaly nem uh, kaptam jegyet és ez most olyan lesz, hogy lesz egy, egy 60 fős zenekar, és nem a, Hans Zimmer vezényel, tehát ő, ő nincs jelen gyakorlatilag ezen a, a lélekben. csak lélekben, így van. És viszont, aki a Gladiátor uh, című film. Liza Gerard. A... Gerard. Liza Gerard. Énekel a, a Liza Gerard, ő, ő, ott lesz élőben. Hmm. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz jövő hét. Szombat hát a Szeged. a bokát KB, Szeged nagy, nagy színház. Remélem én is. Tehát él, élőzenek arra. Liza Gerard. Kérlek. Ennyi. És veled, Charlie. Ja, Mi helyzet a helyzet a Dunaparton, Charlie? Egy Dunapart. Dunaparti csónak házban. próbálom megérteni a viccedet, de egyelőre nem megy. Segíts. Hát elaksz Dunaparton. Ja, hát annyira nem. De végül is, igen, ennyire te is, mert Budapest is határos a Dunával. Ö, Hát semmi, még mindig szenvedek a gipszel, <coughs> a postával, ugyanis közöltem velük, hogy azért nekem igényeim vannak ezzel kapcsolatban. Aztán mi van? Megszabadultam megint egy csomó mindentől, megint fölraktam egy csomó mindent. Például a DNA 200 elektronikától is megszabadulok, mert vannak, vannak más terveim. <coughs> És elővettem, rég nem használt ízeimet, mert már, ó, uh, majdnem kimondtam, mennyi van csak belőle, de nem mondjuk, Ö... áfonya, áfonya, az a bogyó. A mennyiséget Azt... mondasz, akkor csak olyan 300 ml. Igen, igen. Durván alá lőttél. Durván, Durván alá lőttél. Alá lőttél. <síthat> <síthat> igen. Ma... <síthat> bekapcsolnám a Skype-ot megmutatni neked, hogy mekkora a dripper flaskám, de majd adás után de viszket a hátam, és mindig az az oldal, amit nem tudok megvakarni így a kezemben. Oh, bazd, meg! Ide jött egy cica közbe, a kislány cica nagyon aranyos. De kurva jó! Ö, úgyhogy ennyi van, és egy csomó minden dolog most kezdett el realizálódni bennem. Például, hogy már ez a 144. adás, és, és és hogy Hát az egyik az, hogy ugye ezt te írtad, nekem fel se tűnt volna, mert adás-adás után, hogy a héten jubiláltunk, most vagyunk, három, hát nem most, hatodikán vettük, föl hetedikén vagy nyolcadikán raktuk ki az első adást, tehát kereken három éves a párasító podcast. Ilyen. Innen is gratulálunk neki! Ez a nem Gondoltátok volna, basszus? Én nem. Nem. Én, Én se, se. Semmi, semmilyen szinten nem. Tehát, hogy három évig beszélni, majd azt mondom, hogy a semmiről, azért az, azért az nem, nem semmi, hogy így megtekerjem a semmi fogalmát. Úgyhogy ilyeneken gondolkoztam most a, a hét elején, mert most időm, mint a tenger, annyi van itthon. Uh, ja, meg hogy ha már 144, akkor közeledik a 150, de hát erről majd egy kicsit később beszéljünk. Uh, mi történt még velem? Hát igazából annyira baromira semmi. Tehát mi... <kül> most, hogy még az is challenge volt egyébként, hogy eljussunk valami olyan helyre, ahol be lehet vásárolni mondjuk táplálékot, hogy ne ne dögöljek éhen azért, mert hogy éppen el van törve a karom, viszont, vagy a kezem, így viszont Nórit kellett kiképeznem, hogy bal kézzel váltson a kocsiban, mert, mert manuális a váltó, úgyhogy tökéletes szimbiózist képezünk most már együtt a gépjárműben. Már szólnom se kell, csak mikor érzi a nyomaték változást, már ránt kiképeztem, hogy ha gyorsulunk, akkor merre váltson, ha lassulunk, merre váltson, ha ettől eltérő, akkor szólok, Úgyhogy abszolút, -e, abszolút. -e. Ez ilyen tök kényelmes. Egyik kezem az ölemben. Micsoda harmónia. Ez, igen, igen. Úgyhogy <coughs> mondtam is neki, hogy ha meg lesz a jogsia, mert neki egyébként nincs jogsia, ha meg lesz a jogsia, és mondjuk elmegyünk Angliába, mindenféleképpen ő fog vezetni, mert már megszokta ezt a jobb oldalról balra váltó kezelést. Úgyhogy hát körülbelül ennyi volt a, a múlt heten, illetve hát ö, megint a totális ö, értetlenség ült ki az arcomon, és ö, a következő blokknak adhatnám az Elfelejtettük Bazd meg címet, mert hogy a debreceni kutatás ö, az valahogy utánunk egy picit megreket, Tehát ö, ott van a készen a csoport, jöttek emberkék, tudod úgy, mikor azt hittem, hogy azért kérik oda a bejövetelt, hogy, hogy el akarnak jönni, és hogy nem szóltak senki, nem csináltak semmit, Fölvágtam vágtam az agyam rajta, és aztán két-három napja mindenkit összerántottam egy csetbe, és megkértem őket, hogy aki volt, írja le, aki nem volt, meg azt írja le, hogy mikor megy. Jaj, hát most épp nem tudok, el is felejtettem, meg izé van, mert Dávid kiírta ugye a csoportba, hogy ma akkor nem jön senki. A fél tizenegy körül. Hát egyszerűen... Itt állunk az izotóppal. Igen, az anyag hasatti, meg sehol. <kül> Úgyhogy ez, ez baromira nem elegáns senki részéről sem. És, és akkor így legjobb esetben is egy hetet csúszik. Na, aztán kikapáltam mindenkit onnan. Is, ezt így teszem hozzá, hogy is, meg a párásítóból is, akik ennyire trógerek voltak, hogy még egy büffentést tudtak. Ja, mert a, képzeljétek, volt olyan gyerek, hogy, hogy az első kérdésemre az volt a válasz, hogy e, egy picit off téma, de hogyha ő duába akar klepton kettőfeles magra, akkor milyen ellenállásra tekerjen? Tüss. Hát, mondom, bazd meg. Én ezt meg szeretném kérdezni, és ezt komolyan kérdezted, vagy csak szórakozó? Nem, 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 komolyan. Ja, szavasz. Pff. Ennyi. Hát bazd meg, mindennek megvan a helye, meg az ideje, ez nem az volt. Tessék, kérem komolyan venni azt a kutatást. Igen, nagyon várom egyébként a mostani eredményt, hogy, hogy mi a túró van végül is a bal tüdömnek az alsó szegmensével. Úgyhogy emberejétek már meg magatokat, még ti... Félsz a vicctől, mi? Csár... Jó, ja, fejezd be, bocsánat. Hogy, hogy, tehát azok, akik, akik mennének egy kicsi önállóságot, mert volt ilyen is, hogy de hát nem írt vissza a Dávid akkor írja neki még egy e-mailt. Tehát ilyen egyszerű a dolog. Mi elmentünk, lerendeztük a saját dolgunkat, nem foghatjuk mindenkinek a kezét, elvileg mindenki felnőtt ember, intézzétek a, 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 vizsgálatot. Intézzétek, mert mi sem tudunk mindenkiért gondolkozni, nincs annyi idő. Tényleg minden össze van szedve. Hát ennyi. A debreceni kutatás. és akkor, akkor... elmondom a viccet. Igen. Hogy tartasz túl a víztől, Charlie, hogy Nincs csúcsa a bal alsó tüdődnek, akkor nincs csokoládé. Ez borzalmas volt, elnézést kérek ez úton is. ja, ez a... Ja, nincs kéz, nincs csoki? Igen, igen, annak az újrafutózása volt tüdő, bal tüdő csúcs hmm. kivitelben. És ugye, ugye itt a három évesek vagyunk nál, azért sem akarok elmenni még mellette annyira, mert hogy számtalan... Igen, megyünk igen, igen, számtalan ember, tehát nem csak mi hárman ugye itt van, legtöbbször ugye Blacky szokott beugrani, ha mondhatjuk a szokotra azt, hogy mit tudom is én, két-három havonta egyszer bejön, de volt egy csomó vendég művészünk is. Mióta csináljátok azt a jétért, hanyagol minket, én ezt figyeltem meg. Blacky? Igen. Nem, nem hanyagol szerintem, csak ott már ugye letisztázódott egymás közt velünk a, a dolog, hogy hogy igazából mondta, hogy neki tök mindegy, mikor, csak legyen itteni idő szerint mondjuk 8 után, azért beszéltük meg ezt a fél kilencet, tehát ö, most van 8 óra, és már tart a felvétel nálunk 26 perce. Tehát ö, bőven nem jó neki az az, az időpont, 8, amit 8. mi kezdünk sajnos. Ö, hát meg most kéne az, hogy minden adásba faszkorbácsoljunk. Kéne az. Hát ez most is volt. Előkerült ja, hát Előkerült a meg el, van, foglalva ő egyéb más fejlesztésekkel is. Artuditubo bejöntés generátort a... Ugye... csinált meg. Szóval, van. szóval a három... három hidroterápia. <laughs> Igen. A három az milyen vala... aljas, <laughs> bassz, meg oda meg én Artuditut. <laughs> Jaj, de jó csillagok háborúja! Lesz mindjárt árt ki a végén. Dű dű Jó, ez egy másik film. Jó, ezt majd, ezt a képet ezt valaki töltse már le, mert láttam, hogy valahol megosztottátok, csak most nincs meg előttem, hát de a... akkor egy ilyen örök mementóként a, a bitek tengerében elhelyezzük majd a mi oldalunkon is. A zseniális kommenteket nem nem tudom reprodukálni nektek újra. Szóval a három év alatt rengetegen mellettünk voltak, és ugye az utóbbi több mint egy évben már a patreónok -ok is, akik meg folyamatosan búztolnak minket minden szinten, erkölcsileg is és egyéb módon is, úgyhogy nekik is külön köszönjük. <SZítható> Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Bizony, bizony, hogy köszönjük. És. Uh belegondoltam egyébként, hogy a három évből le tudnánk osztani, hogy az elején eltökölgettünk, elbénázgattunk, aztán, aztán bentünk szépen föl, aztán az a lineáris, az inkább exponenciális, és a minőségről beszélek most így, ha megengeditek, és akkor utána az utolsó fél évünk az egy masszív rush volt, és ott, ott abszolút adásmenet, elfelejtés, minek, mert, mert Billion Lives és, és az anyám kínja, és, és, most kezd el úgy lecsengeni és visszatérni minden az eredeti medrébe. De még nekem is olyan vagyok, mint Mujó, eszembe jutott, hogy elkészült az utolsó anyag a, a videó sorozatban, azzal egy picit vártam, hogy ne hirtelen felindulásból mondjak olyanokat, hogy, hogy hú, most már sokkal jobb, meg izéhoz, hanem tényleg lecsendesedjenek bennem a dolgok. Amit Krisztián volt olyan uh, csibész, hogy uh, hogy uh, kicsit a lustaságot felfedeztem a fordításodban Krisztián azért, tehát ez nem az fordít... Az nem lustaság voltám, az meg, hogy négy sor volt egy oldalra lebaszva, finoman így értékelném, de meg a káromkodásból se volt annyi, de de egyébként Krisztián is megcsinálta hozzá. Teljes a, kész, a készlet, ö, minden le van fordítva angolra, a norvég is folyamatosan készül mellette a Lisbetnek a jó voltából. Úgyhogy neked is külön köszönöm, nagyon fasza Éronnak azt is nagyon, nagyon szíveset, tetszik. Rábi is írt Lisbeth a minap. Mi a pöcsöm, az a DTP-e, meg a technícium. De azt ma, ma, oh. á, azt ma írta, de én válaszoltam igen, neki. Igen. Hogy egy, ez egy sugár, sugárzó izotóp, nem? De külön írta nekem is. Én meg benyomtam neki a Wikipédia oldalát. A, Na, a jaj, meg. meg, akkor mind a ketten ugyanazt nyomtuk be. <laughs> én először beírtam neki, hogy ez egy sugárzó izotóp, és utána bebasztam neki ezt, aztán meg bebasztam neki a, a Nukleáris Medicina Intézetet, mert ugyanannak volt még angol lapja is, úgyhogy... Én el is magyaráztam neki, hogy mi ez és hogy működik. Én az az igazság, hogy a dtp nak a, a, fogalmával nem ö, voltam up to date, úgyhogy annak én, nekem is utána kellett nézni. Hát, Wikipédia no, korrekt Wikipedia oldala van annak is. A techniciumot azt, azt, el tudtam neki mesélni, hogy mi van, de hát elég lett volna annyit leírni, hogy technicium meg dtp -ja, tehát Na mindegy, lézbe. Küldhetjük volna Norbihoz, hogy. Persze. Nézd, ez egy olyan dolog, aminek speciál tényleg van, vegyél hogy a heti bulvára is reagáljunk egy picit. Tudod, ez, ez a... Ugye, Norbi, ez végül is ez, ez olyan, mint a rádium. Már sugárzó, sugárzó, érted? Rádium, technécium, tök mindegy, bazd meg. Az a, az egyiknek a, lényeg, a felezési... hogy legyen, vegye le. Egy... Vegye le. A mint a a meg a síros kegyőnek. Igen, az egyiknek a felezési ideje mondjuk 5 óra, a másiknak meg 600 év. Egyébként ugyanaz. Az mi lett volna? gyerekek, slukkoljatok két percig belőle, és a végén, ups, ez nem az volt. <laughs> Mostantól Krisztián egy olyan 5 évig ne menjen az ismerőséi és gyerekek közelébe. Köszönöm. Az, az 5 évet fél lábon is kibírok ismerősök nélkül. <laughs> Viszont van egy jó hírünk, Krisztián, sötétben nem kell költeni a világításra. Ha ezt tudom, akkor olyan e olvasót veszünk, amelyek nincsen háttérvilágítás, ha ezt előre sejthettem volna. <laughs> a másik, amin gondolkoztam a héten, <laughs> hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy, hogy ha már 144, az már csak 6-7 és 150, hogy csináljunk egy talingert, egy találkozószerű valamit, hogy megünne Maga. megünnepeljük a 150-et. Én azt mondom, hogy Krisztián ha lenne a legjobb és legmegfelelő objektum, hiszen magánlakás, megengeded, akkor gőzölünk, illetve megfelelően nagy, tehát a, a baráti társaság, a slep is beférne. Ez egy elég szűk számú találkozó lenne azért. Ugyan <laughs> percük... az már, ugyan már. amikor a alapon, Krisztián. Az öt ember elfér, nem? Figyelj, de Fifi, ha hallod, <laughs> mikor öt percig sétál vissza a géptől, hogy elindította, tudod, de nekem nem magyarázza meg, hogy ez, ez kisebb, mint 600 négyzetméter. Na minden. Erről az én régi nagy vágyam jutott eszembe, srácok, hogy hol akarok lakni, Na hol? és ott, ott meg lehetne csinálni. 18 évesen voltam egy házi buliban, ami a Bajcsi Zsilinszki és az Andrási sarkán esett meg, pont a, egy sarok erkély volt, és így pont rálátott a bazilikára. És este volt, a közvilágítás már ment, és onnan föntről derült ki, hogy a bazilika kupolája mögött egy elképesztő nagy terasz van a Bajcsi Zsirinszki út felé. És én ott álltam, nem tudom, hanyadik sörrel a kezemben, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer elképesztően gazdag leszek, és meg fogom venni a Katolikus Egyháztól a Bazilikát, és ott fogok lakni, és akkor a teraszpartikat fogok tartani a Bazilika kupolája mögött. Hogy Én akkor Javasolnám neked, mert ugye voltam most ősszel Rómában, és a Vatikánban is, úgyhogy ha esetleg a Székes Egyház lenne a nyári hasziendád, azt el nem tudom neked mondani, hogy a. Amiké... Miként háznak? Igen, az vikert, az, Hát ott konkrét az, mert ugye ott a tetején van ez, amit te mondtál itt kertnek, vagy akárminek, a kupola mellett. Ez is a tetején, több száz négyzetméter. Mondom, pont ugyanaz. Lehet, hogy ez egy kicsit kisebb, kivilági, elképesztő. Ja, és, és aztán meg nem lettem volt a tetőn gazdag fönnt, még mindig. Volt a tetőn fönt. Posta, budi, mi kell még? Szentvicset lehetett venni. Ez neked való, Krisztián. Sört is, azt nem. <kül> Milyen hát menő lenne. Ekkora luxus, hogy az otthonodban a teraszodon legyen egy posta, ezt azért már én is túlzásnak tartom. Azt és hittem, hogy... oda se hozná ki az MPL a csomagokat. <laughs> De mi, mi volt ez a postás sztori? Charlie? Hát hogy ugye a postánál történt meg a fikkantás. És utána bementem a postánhoz, hogy gyerekek <laughs> vizéhozé van. Eltört a karom. Látta valaki. Hát igen, egy nő, aki sose láttam még egyébként. Miért nem jött akkor vissza? Miért nem jött akkor? Hát mondom, tessék, nézni, és így. Volt jobb dolgom. Jó, adja ide a telefonszámát, felírom. És tegnap visszahívott a nő, a postavezető, és mondta, hogy akkor be kéne nyújtani a papírt, meg izéhozé, úgyhogy megírtam a kis észrevételeimet, hogy a tápénz miatt a keresett kiesésemnek a, az időarányos részét és a, a Eközben a gyógyulásomra fordított összeget, a felmerült összegeket legyenek szívesek megtéríteni nekem. Királyság. Úgyhogy ez van, hát. Nehogy már a az végén azt mondja, te veszed meg a Bazilikát előlem. Hát, Krisztián. Ja, ja. Ja. De én, vagyok, akkor úr, hogy mikor te azt mondtad, hogy úgy mennék egyet ott fönt napozni a Bazilika én Azt mondom, Krisztián, gyere! <laughs> Szervezünk egy talál hú, milyen lenne jönnek a tűzoltók, szirénázak, mi a faszom van, mi van? Ö, elnézést, uraim, bejelentették, hogy a bazilika tetejéig. Ó, de hogy vaper van. Ennyi. <tosz> Na de ha már talál. Tehát ez munkahely. Milyen munkahely. De ha már találkozó, de ha már gőz a tetején, és jönnek a tűzoltók, akkor dől a gőz Angliában is. De még hogy dől a gőz Angliában? Minap hozta le az angol sajtó nagy elánnal, és itt van egy szokásos Dickpad-féle blogpost is róla. Angliában az ottani szabályozás és észszerű tudományos bizonyítékokra alapozott ö, tanácsadás ö, következtében Európa többi területéhez képest elképesztő arányban nő az elektromos cigarettázó. X és ex felé tartó dohányosok száma négy percenként keletkezik egy új elcigaretta használó Angliában. Négy percenként. Várjál, állj áll, áll, meg, mind a kettő álljon meg. Ez, ez így szép. Csak én olvasom a pult alatti sztorikat, és euh, tudom, hogy Blackyhez milyen emberek mennek be. Lehet, hogy elég lenne 8 percenként egy basz, meg veszek, nagyon el van havazva a hülyékkel. Tehát ez, ez, ez tényleg. Igen, lehet, hogy ennek a hírnek, nem örül annyira. Igen. Tudod, így 4 percenként basz, meg feladom, nem érdekel, kilépek. Dehogy nem örül, de hát tudjátok, ennek mi lesz a vége. Itt nem kell hosszú éveket várni ahhoz, hogy hogy Angliából olyan brutális ö, számadatok jöjjenek a, a dohányzással való felhagyásról, hogy csak pislogni fog az összes idióta, hogy úristen, úristen, rakétázzuk le Angliát, tűnjön el, mert, mert mindent megdönt, amit eddig évek óta állítunk. Nagyon durva. Figyelj már, nem is lesznek már az EU tagjai. A rossz oldalon közlekednek. Biztos, biztos ezért van, ez hülyeséget beszélek, tudod? A hülyeség. Aki nem, nem, hát, nem szitja tudom, de aki nem szitja magyar és nem hátrafele nyilaz, az hülyeséget beszél, mondja majd ezt OV. Úgyhogy mindenben van ráció, de hát azt fogják elérni, hogy akkor majd, majd kiköltözünk az EU-ból. Ennyi. De egyébként a, az angolokra még nekem lesz egy kis színesem, és csak annyit tízerkedek itt, hogy 97 épp a 95, majd annak idején ezt elmondjuk az adás megfelelő pontján. És ha elmondjuk, akkor mondjuk el azt is, mert ez az elmúlt hétnek a, az eseménye, készült egy hosszú távú tanulmány, ki hogyan nézi a hosszú távot, de a fél évnél további elektromos cigaretta használók és dohányosok körében készült egy felmérés, ami azt vizsgálta, hogy a delikvensek, ha jól emlékszem, a nyála, biztos, a vizeletében biztos, de hogy a nyálában milyen fajta karcinogének mutathatóak ki, milyen mennyiségben. És azt sikerült kimutatniuk a tudósoknak, ezt egyébként megint csak szegről-végről angol hír, mert a Cancer Research UK eh, égisze alatt készült el a, a dolog, és nem meglepő módon az az eredmény született, hogy az elektromos szigaretta használók eh, vizeletében, ergo szervezetében brutálisan kevesebb egészségkárosító, rákeltő anyagot tudnak kimutatni. Ki ásít ekkorát én, be én, Én voltam. Hiába, hát annyira álmosít a hangod, jó, hogy ez valami hihet. Addig örülj, ne addig örülj, már olyan, még mint ásít. Howard a Big Bang teóriba. Ne szórakozz már vele. <laughs> De. Pedig nem, pedig nem. Úgyhogy tudtuk ezt, most itt van még egy koporsó az áltudományos és búvli tudományos idiótaságok koporsójába bizony-bizony mérhető, hogy mennyi rákeltő anyaggal találkozik az elektromos szigarettások szervezete, egy dohányoséhoz képest, elenyésző, és még egy érdekes olvasatot, vagy még egy érdekes eredményt sikerült előbányászniuk, hogy sokkal-sokkal drámaibb a különbség azok között, akik csak elektromos cigarettáznak, és azok között, akik kettős felhasználók, tehát maga a, a, az adhog dohányzás a kettős felhasználás következtében továbbra és elég szépen megterheli az ember szervezetét a mindenféle nem kívánatos anyaggal, úgyhogy a cél a királyság a kizárólagos elektromos szigarettázás, a dohányzás helyett. Most már ezt is tudjuk. De, és akkor átkötnék, hogy, hogy azért vannak itt menő dolgok ám egyébként a szigeten is. Tehát ha valaki szeretne, akár még egy CN4-essel is lehet drippelni. Ez a világ vicce. Én mikor ezt megláttam, az így nem akartam elhinni. Ez, hogy több szempontból, vagy több oldalról kell megközelíteni, hogy összeálljon a teljes kép. Készült az Egyesült Államokban, az Egyesült Államokban egyébként egy tanulmány arról, hogy szokásos fiatalok elektromos cigaretta használati felmérésének indult ez a történet, de belecsempésztek ilyen érdekes kérdéseket is, hogy drippelsz-e, és ha igen, akkor miért drippelsz, és arra a konklúzióra jutottak, hogy a drippelés az egy elképesztően veszélyes dolog, és a drippelő fiatalok egyre nagyobb számban veszélyesen drippelnek a fiatalok, kb. ilyen szalagcímek fognak belőle születni. Azt hozták ki belőle, hogy népszerű a fiatalok körében a, a drippelés, és a drippelés az ördögtől való, mert a drippelés sokkal-sokkal több mérgező anyagot szabadíthat föl az elektromos cigarettázás kapcsán, mint egyébként ö, találkozna vele az ember. És ott derül ki a turpisság, hogy meg volt nevezve egy másik tanulmány, ami a drippeléssel foglalkozott, hogy erre alapozzák ezt a, ezt a grandiózus megállapítást, hogy a drippelés egy nagyon problémás dolog. Valami évekkel ezelőtti tanulmányban ezek az idióták a, a tudományban, az idióták tudományába bebetonozott C-4-es porlasztóval drippeltek úgy, hogy a drip tipbe csöpöktettek bele levest. És ezt nézték, hogy így milyen káros anyag kibocsátás figyelhető meg a, 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 az így gőzölöktetett ellikvidben, és nem meglepő módon a csóró közel csontszáraz C4-es kazánt azt sikerült kihozniuk belőle, hogy ez bizony nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás, de tényleg megint az idióták szárazon égették a C4-es kazánt, és ez a tanulmány pedig nagy neki állt, hogy aha, ez a drippelés ez lesz a drippel, a szipkába csöpögtetett leves a, a C4-es kazánnal, és ezt a két okosságot összerakták, és innen van a konklúzió, hogy a fiatalok óriási veszélyben vannak, mert ez a drippelés az egy őrületes dolog. Jó gondolták a drippelést, hogy hogy kell csinálni, csak nem stimmelt a kazán. Tehát beletöltötték a benzines autóba a gázolajat, egyébként mind a kettő üzemanyagba az meg, csak nem jó helyre raktad. Figyelj Charlie, ez az egész, ez úgy működik, most közben eszembe jutott, hogy ez mi. Csinálsz egy tanulmányt arról, hogy mennyire tudod begombolni, mennyire tudja más begombolni a nadrágodat úgy, hogy szemből hasbarúg. És tehát a végén természetesen meg lesz a, a, az eredmény, hogy ö, Alapvetően haszontalan így próbálkozni vele, mert egyrészt nem gombolódik be a nadrágod, másrészt súlyos alhasi sérüléseket lehet szerezni, és akkor te ezt így jól dolgodat, publikálod ezt az eredményt. És aztán jön egy másik tanulmány, ami azt vizsgálja, hogy hányan használnak gombos meg cipzáros nadrágot a fiatalok közül, és a gombos nadrágoknál levezetik, hogy a gombos nadrág nagyon-nagyon veszélyes -nagyon a fiatalokra, mert a másik tanulmány szerint alhasi sérüléseket okozhat. Kb. ez a logikai menetrend van ebben a dologban, egészen elképesztő. És ezek, ezek tudósok. Ezek nem, 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 gondolkodnak, vagy tehát ez komolyan mondom. Az, az aló olyan, mint, van. Hogyha, olyan, mint, mint hogyha nem is tudom, mondjuk a, az állat gyógyászok írnának tanulmányt a tranzisztoros rádióról, és közben senkit nem kérdeznének meg, hogy ez hogy sem. működik. Na de új, ez úgy van, Fifika, de... értsd meg a lényeget. Mondok neked egy példát, hogy te is meg is, mint az üvegtigrisbe. Ó, oh, bocsáss bocsás, meg. Tudod, okay. ők így, így ki van nekik adva, hogy <coughs> figyeljétek már, most kéne valami tudományos eszét írnotok, mondjuk havi egyet, és akkor így, itt hónap végén, ó, bazd meg, Steve, nem írtunk még tudományos eszét, mi legyen. Figyelj már, van még ott a fiókomba C4, kapart már elő, drippeljünk vele. Ó, geci, nagyon nagy ötlet, hallod? Ó, meg vagyunk mentve erre a hónapra. Na, hát ennyi körülbelül, mert te, 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 emlékezzetek vissza, ez pont olyan, mint mikor a, a magyar döntéshozók azt gondolják, hogy ha az ídesítés kiveszitek a, a likvidekből, akkor annak olyan íze lesz, mint a dohánynak. Mármint, hogy a cigarettának. Üljék bazd meg. Tehát nem kérdeznek, csak megállapítanak. Én, én már komolyan mondom, félek, hogyha bárki ebbe az országban szakértőként megnyilvánul, vagy olyan helyen van, ahol megnyilvánulhat, mert azért lássuk be, mi a genetikai tudomány csodája vagyunk. Nem tudom, láttatok a beszélő disznósajtot? Hogy mi van? Mi? A... Én a kis maximum a rajzfilm. Hát a, hát a nem nikotintartalmú is adóköteles. Ja persze. Érted? Hát akkor csak. Ja, 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 ja. De hát igen. otthon most ja, mindenki úgy, igen. egy kis. Ha, hogy beszélő disznósajt. Mindenki otthon ö, kis, kis jövedéki csalóvá válhat. Do it yourself, van-ó-van. Igen, igen, tehát összeöntött. videót, hogy váljál jövedéki hogyan csalóvá. Legyél adó csaló? igen, ho, hogyan legyél adócsaló? Igen, hogyan legyél adócsaló 10 percben. Hát baszd meg, komolyan. Hát ez, ez valami, valami hihetetlen, érted. És, és az a... Az a iszonyatosan érdekes helyzet áll elő, hogy, hogy ezzel te adócsalást követsz és az embereknek nem lépi át az inger küszöbét. De az átlépi az inger küszöbét, mondjuk, hogy a, a 20 éves tikába furt kutya után bejelentési díjat kell fizetnie mondjuk 5000 forintot. Az átlépi az inger küszöbét. És hiába mondom neki, hogy de ember, Értsd már, de hát, ma, hát az az én vizem, mert az a, az, az, én vizem. Nem a te vized, baszki, hát. De az sok szikvízgyártó is lopja, nem lopja a vizet, baz meg. Mert víz kivételi, érted? Bánya díjat fizet a víz után, Basz meg, amit kiterm. Hát, múltkor beleszaladt, nem. beleszaladtam a izébe a, a drónszabályozásba múltkor. Nem a közös ismerősünk révén, hanem Na, most megtörtént az, amitől mi elektromos cigisek rettegtünk, mikor megláttuk a tévében a Cloud Chaser bevágásokat. Valamelyik hídon rápottyant a drón az autó szélvédőére Egy oh, de, nem, de, nem, de nem magyar, nem magyar volt. Az. Nem magyar és volt. nem is ez a lényeg, hanem. hanem hogy elindult ott valami fórum téma volt erről, vagy blog bejegyzés és. Valaki mondta, hogy mert az se, hogyha valaki az én házam fölé jön, meg, kibegyek a sörétesse, meg mondták ott a izét a légpuskát, hogy Aha. majd azzal a légpuskával lelövöm. És akkor, mert hogy az az, hogy mondta, hogy ez a, az az, ő birtoka, azt valaki fővilágosított, hogy kicsi fiú, azért remélem, hogyha a fejed fölött elhúz esetleg a légi, mert most már nincs légi folyosó, ugye, hanem amerre akar menni a repülőgép, ha jónak látja, a pilóta épp fölöttet fog elrepülni. A, stabil ö, leszálló pályákra rávezető úton kivételével, ugye bármerre repülhetnek most már, és ha éppen arra támad dolga, vagy úgy látja jónak, akkor annak is neki az majd elég puskáddal, de egyébként mondta a csávó, hogy ugye mikárt fogsz szerintet tudni mondjuk tenni egy 150 méter magasan közlekedő, tehát tempóban levő drón, drónon, ami egyébként mondjuk Ö, szénszálas váza van, és ö, körülbelül kurvára meg se fogja érezni, ha, ha eltalálod el, el odáig, de sas bazd meg a kibaszott hét és fél szaroddal, de de mondta, hogy felvilágosítalak, hogy a, a légtér nem a tied, a telek az igen, maximum, de a légtér az kurvára nem. Szóval ö, minden, minden ilyen kis mikroközösségnek megvan a a saját hülyéje, a meg a megmondó, emberek, ember, aki minden mindig jobban tud, és ő a, az aktuális ő, csendőr, tudod, aki a belsősában 125-tel megy, mert bazd meg, itt 129 el menni, csak annyival megyek, és akkor, ak ak kész. Jobbra nem előzhetsz meg, mert ha megelőző, akkor az infartus kap. Szóval <coughs> mindenhol vannak ilyen faszok. Én egyébként azon gondolkoztam, amikor meséltük itt ezeket, vagy beszélgettünk most a Angliában megint mire jöttek rá, meg a dőlagőz Angliában, meg hogy, hogy valami baj van szerintetek Magyarországon a, az informatikai gerinchálózatunkkal, Krisztián? Mert? Hát, hogy a, az adatok azok megállnak a, a, a Bixnél, és az ott, az ott így, így, elmegy a dev vagy ilyen losz van, hogy a, az ilyen is témájú tanulmányok azok így, azok így biteket vesztenek, és, és aztán amiben sok csomagvesztés van, az így kihullik a faszomba? Újra úgy Új, de bonyolul, mondtad ezt. Azt szeretnéd kérdezni, vagy arra, hogy arra, a tudományos kutatások, tényleges tudományos kutatások eredményei miért nem jutnak el a magyar közigazgatás berkeig? Vagy hogy kellene nekik útlevél? Ezt meg fogom tudni neked magyarázni, csak nem akartam lecsapni a, a, a poént, mert a, a Nefi legutolsó beadványában megint akkora szöveget eresztettek meg, hogy az a jó ezekbe az adatigénylési perekbe igazából, hogy hogy még ha nem is akarják elmondani, így rá vannak kényszerítve arra, hogy valamit mondaniuk kell, és így ótatlanul. Akkor úgy fogalmazná, hogy helybe mennek a pofonért? spoilereznek, spoilereznek, nem akarnak mondani semmit, de vé véletlenül két mondat között kicsúszik egy tény megállapítás, ami, ami, ami kibújik a szög a zsákból, hogy mi is van, miről is van szó valójában. Nem akartam elébe szaladni, mert ugye a végén foglalnám össze egy ilyen best of nefibe, hogy mi is történt a, a, a dolog, de hogy megvan a vá... igazából nálam már megvan papíron írásba adva a válasz, hogy hogy miért is nem érdekesek ezek a tudományos kutatási eredmények. Azért röhögtem hatalmasat egyébként, <kül> mert kis színes rovatként bevágnám, mert a többi már, ha jól látom, csak skippelés jövő hétre. Amit említettem adás közben, ez a 97, épp most a 95, ugye, ugye a, a nagy portkavart és is berkekben körbepörgetett százalék, ugye 95 százalékkal kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. Na, ez most éppen 97 százalék. És <kül> elszomorító volt látni, hogy egy, ö, egy angol reggeli műsorban, egy ilyen jó reggelt London, vagy tököm tudja milyen műsor, ott micsoda energiákat fektetnek abba bele, hogy szemléletesen közöljenek tudományos tényeket, amik nem csak az, hogy beültetünk oda egy magát szakértőnek mondó embert, hogy aztán kijelentesse, hogy már pedig a glicerin az végbélbe való, és ezt elhiggyék feltétel nélkül, hanem megszólaltattak a tanulmányban résztvevő embert, olyan prezentációkat rittyentettek a kijelzőre, tehát nem ilyen izé, PPT úgy összevagdosva, hanem tényleg egy látványos infografikás valami földdobva. hogy tehát nem ezek a szabvány faszom kérdések, amik neked is milliószor, hogy végül is akkor kedves Krisztián elmesélni, hogy mi, milyen összetevők találhatók az elektromos cigarettában, és végül is ebbe is van nikotin. De a nikotin az csak lerakódik a tüdőben, nem? <laughs> Igen, tehát ezektől valahogy el tudtak rugaszkodni. És ö, én kiraktam a, az ecigi teszteknek a Facebook oldalára, majd megpróbálom valahogy beágyazni a, a show is. Pár perces videó a hülye is meg, hát Angliába, tehát a hülye is megérti, mert ott, ott szállnak befele a kis molekulák, mutatják, hogy a tüdő milyen csúgy, a szürke lesz a cigitől, mellette a másik, az elektromos cigi, és akkor utána jön a szakértő és elmagyarázza, mit csináltak, hogy vizsgáltak, anyám kínja, és a többi. Tehát ez... Nem, Krisztián, még mindig azt érzem, feneketlen kútba dobunk bele minden információt, és utána áll a kút mellett a kút kezelő, és ő meg csak mondja a hülyeségét. Mert láttam egy Ez két, a mi hogy... Láttam itt valamit, hogy berobáltatok a kútba, ami tanulmány, meg állítok egészséges, de az meg én úgy hallottam, hogy a tüdőbe lerakódik, meg vizes, ott volt az a Charlie gyerek is a vizsgálaton, bazd meg azt az egyik tüdéből hiányzott egy harmad részlet alulról. Biztos ott mötyögött <laughs> a nikotin! Tehát így, <kül> meg komolyan, bazd meg itt. Ez iszonyat fárasztó lehet egyébként mindent ö, semmibe venni, amit az embernek mondanak. Meg, hogy nem, úgy, fárasztó. Úgy, úgy, úgy nem elolvasni hát a azokat, tudod. Legegyszerűbb hülyének lenni, ne hülyeskedj. Hát, Végül is. Mindig, mindig ugyanazt kell mondanod, Charlie. ennyi. Uh, ne, téged ne, nem mint, lehet meggyőzni. Mint amit a dohányzás fókuszpont vezetője mondott nekem és Andornak, miután ott voltunk nála évekkel ezelőtt, és elmondtuk az akkori tudományos fejleményeket, hogy minket nem győzött meg. Mi továbbra is aggódunk. Ja, hát jó. Rossz dolog miatt aggódtok, tehát hogyha a dohányzás fókuszpont, akkor foglalkozzatok azzal basszátok meg az anyátokat, hogy a dohányzásról szokt, akkor ne az elektromos cigarettára szoktassátok le őket, be, az meg a, a tapaszatokra a faszom se tudja, nem is érdekel. Csak akkor ezzel ne foglalkozzatok. Foglalkozzatok a dohányjal. Azt akkor ennyi. Probléma megoldva. Mi keresünk majd egy elektromos cigaretta ügyi kormánybiztost, és akkor majd majd ő foglalkozik ezzel. Akinek van rá affinitása. Mondjuk az István. Az nélkül. Vagy hát Vagy ilyen Az, vagy bár az jutott eszembe, hogy nyilván azért lakosság ö, ö, számban van némi különbség, de hogy tavaly ö, kijöttek a számok Angliából, és nagyjából az van, hogy Angliában évente annyi dohányos hagyja abba az elektromos cigaretta miatt a dohányzást, mint amennyi Magyarországon belehal. Ja, tudom, nem tudom, mit felejtettem Krisztián, tudom, mit felejtettem el. Amit mondtál itt egyébként a, a bóvli tudomány kapcsán, a nyál meg a karcinogének, és erre is kitértek pont a 97%-os vizsgálatnál most. Megemlítették ezt is, mert ez pont megragadta a fejemben. Ugye annyiszor Köpköttem egy hét alatt a videó alatt, hogy ez az egy szó, ez beégett az agyamba ö, a fordításodból, a más sem, ez mindenképpen. És ö, ez volt, amire először fölkaptam a fejem egyébként a, a videó kapcsán. Ami a másik, és ez egy picit távolabbról, hátrébb állunk és úgy vizsgáljuk a dolgot és nem kell belemennünk a politikába, hogy miért nincs csiki sör, meg miért változtatják meg a nevét, meg mit tudom, és én abszolút nem. Romániában emberek tízezrei vonulnak az utcára, basszátok meg, egy, egy törvény rendelet, módosítás miatt. Itt emberek ezrei mozdulnak meg, hogy az internet adót be akarják vezetni. Emberek ezrei hördülnek föl, hogyha Uh, mi a tökön volt az a vény, nem vénypénz, uh, vizidíjat díjat Vizidíj. be akarnak Vizidíj. vezetni. <kül> és, és, basszátok meg, mikor, mikor, az életünkről van szó, az egészségünkről van szó, akkor legyünk hálásak, hogyha 200 embert sikerül összeverbuválnunk, és vagyunk olyan kultúráltak, hogy nem hugyozunk a kosú térre. Hát igen. Mert volt erre is. Pont, itt, pont itt az ablak alatt volt a, 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 a mondjon le a helyneken tüntetés, koncertele, hú, az agyam kimászott a helyéről, borzalmas volt az. Komolyan, így, Jézusom, rettenetes volt. De, de ez jól mutatja a magyar társadalomnak a, a fásultságát, vagy a, az apátiáját, amiben süllyedt a, az egész dolog. Úgy, ráadásul úgy, ugye, hogy, hogy a civileket folyamatosan ütik-verik, bunkózzák, és, és mindenféle ocsmány katujákba akarják bezárni, és minden civil szer, tehát a, a, a macskabarátok köre is a Soros Bérenc Uh, aljas uh, uh, dolog, és pont ma hazafele hallgatva a rádiót, uh, valamelyik okos politikus azt mondta, hogy de már pedig most aztán megvizsgálják az összes civil szervezetet, és akik külföldi támogatást vettek föl, azoknak majd jól el kell velük számolnia, és akkor pont azt hiszem a taszos gyerek nyilatkozott, hát az évek óta így van, és hogy csak föl kell kattintani az internetre és elolvasni a beszámolójukat, és ott fillére meg, meg van adva, hogy a külföldi támogatást mire kapták és mire költötték, mert hogy erre szabály van, ha hiszik, ha nem. Érted? Szarba lesz a fifika. Mert? Honnan érkezett Blackitől a vetítésre támogatás? Magyar állampolgár. Honnan bocsánat. érkezett? Honnan érkezett? Bocs. Bocsánat. Honnan érkezett? Bocsánat. Még egyszer magyar állampolgár. Honnan érkezett? Magyar, magyar állampolgár. Polgár. Honnan érkezett? fogják magyar. magyar... 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 De várj, Charlie, mert ugatnak a kutyák le, az, hogy valami fekete autó az, 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 az milyen lenne, hogyha most le, lemegyünk majd innen a beszélgetésről, fölmegyünk a Facebookra, és az lenne hogy a blackie nevénél, hogy, hogy Dávid Soros György balok. <laughs> <laughs> Nagyon jó képet találtam, és, és valahova húzzuk rá, mert ezt föl kell, hogy olvassam egyébként a Uncsi te meg valakinek Tony Jeffriesnek a képét. Uh, nem fordítok olyan gyorsan uh, szóban, mint Krisztián, de körülbelül így hangzik. Amikor te egy kisvállalkozástól vásárolsz, akkor nem segítesz a nagyvállalat CEO-jának, hogy megvegye a harmadik hétvégi nyaralóját. Viszont segítesz annak a kislánynak, aki uh, táncórákat vesz, annak a kisfiúnak, hogy megvegye a csapatpólóját vagy annak az anyukának és apukának, hogy ételt rakjon az asztalra. Az van itt a végén, vásárolj helyiektől. Ezt is, ezt is nyugodtan bele lehetne, vagy, vagy valahogyan fűzni itt az, az itthoni ö, gondolkodásmódba, hogy vásároljunk helyi likvideket, vásároljunk helyi kazánokat, de sajnos kikergetnek minden ö, élelmes, értelmes, ö, boldogulni akaró magyar vállalkozót innen, hogy vagy ne árulják nekünk, magyaroknak, vagy vagy olyan terheket róljanak ránk, hogy azt mondjuk egy idő után inkább, hogy az meg ennyi pénzért megveszek akármi mást, akárki mástól, és ez pont olyan lesz, mint emlékeztek a DVD szagára, az artisius matricákkal, Jaja. a és ugyanezt eljátszuk az meg M plusz egyszer, valami mással. És tönkretesszük azt a bizniszt. Emlékeztek még, mikor úgy mentünk a Szlovákiába, hogy a, ahogy átmentünk, közvetlen utána száz méterrel ott volt a, DVD és Bódé? És kollégákkal... Én nem, mert én az újpesti parkolóba vettem. <laughs> kollégákkal kalákában vettünk 5-600 darabokat. Úgyhogy erre... Nem, hát így megy ez, 2012-ben Szócska Miklóson be kell nyomni az ongombot, hogy az elmebeteg hülyeségével kiüldözze az országból az elcikis vállalkozásokat, véletlenül se itt növekedjenek, véletlenül se ide fizessenek adót, majd négy évvel később, négy és fél évvel később jövedéki adót kell kivetni a fogyasztókra, hogy rajtuk verjék le. Oh, van itt még pénz, van itt még pénz. Oh. Van ebben még potenciál meg a Romániában a, csik tájékán autózol befelé, és van egy ilyen büdös nagy óriás plakát. Rajt egy ilyen kalapos széke gyerek, és alá az van írva, hogy helyit eszem, helyit veszem, mert helyén az eszem. <laughs> Ennyi. Aranyos. Tudatos. Helyit veszem, helyit eszem, helyi nekem. <laughs> helyi nekem. Ó, Krisztián, ez, ez nagyon jó volt. Én Ha nem leszel Csikisőr gyárbarátja, basszus. Ez tiszta ciki, Fíjj, hogy én itt életemben nem ittam még Csikisőr. barátai, úgyhogy nem, nem barátkozom velük most. A, leg, a Csikisőr legelszá, legelszántabb barátai itt húgyozták szét a ligetet az ablakom alatt, úgyhogy... Figyeled, Fifika, neki már saját kertje van, be, az meg itt igen. szét igen, a ligetet igen. az ablakom alatt. Érted? Lementem a kert. A ligetemet, rosszul igen, mondtad, igen, Kriszti, rosszul mondta Kriszti, A ligetemet az ablakom hát, Mert alatt. még a miénk a liget egyenlőre, kicsit azbestos egy kicsit sótlan, kicsit fátlan, de még a miénk. De ez már egy meg, megint egy másik történet. Jaj, mennyi baj van ebben a <coughs> országban, srácok, borzalmas. Keressünk már hétre keressünk már valamit, ami jól működik és észszerűen. Jó, figyelj, csináljuk, csináljuk azt, hogy ezt úgy is lehetne, hogy próbáljunk ketten jót keresni, azaz egy, megkeresen máshol összes többi helyen jót, és ö, így is, úgy is az az egy győzne. De én inkább azt hittem, hogy azt mondja, hogy gyerekek, keresünk már valami helyet, ahova, ahova kiköltözhetünk, így csapatostól. Ugye lehet, hogy elcigizni, meg enni kolbász, meg inni sört, meg anyám kín. Bár most ez a tehát de szégyen nem szégyen, életemben nem ittam csikisört, szégyen nem szégyen, helynekkent ittam, sőt, a nagy vizen túl még olyanabb söröket ittam, mert ott ott valahogy, tehát nekem ezek a gyengébb sörök jönnek be. Tehát ez... Túl sokat jársz Amerókába. Ó, ó, De miattad, minden miattad van, a kurva kavicsaid miatt. Há... Én úgy tudom, most már azt is, annak is el kell száll, vagy, vagy vagyonosadási eljárást indítanak az ellen, aki három évben egyszer kimegy legalább Amerikába. Igen? Igen. Hát akkor vasszák meg. Én majd rá fogom fogni. Nekem azt mondta Krisztián, hoznom kell a követ. Itt nem volt mese. Mi te visszajössz, már a kavics is jövedéki adós lesz. Hogyha. De Krisztián, én, én ezt kitaláltam, tehát merjél nagyot gondolni. Szokszigént is megadóztak. Nem, nem követ fogok neked hozni, keres rá a, nem azt mondom, a Youtube-on, keres rá Google-el Monument egy Valley. Monument grand Valley. Grand canyon Hát. Monument valley -t? Igen, azt elhozom Osz neked. már nekem a egy Grand canyon Figyelj, a, a Grand Canyon két szélek között azt a nagy üres teret, azt a levegőt mind elhozom, jó? <laughs> Zsákban. Jó. Én marék homokot hoz neki onnan. Tüdőben odamész, szít fel, begyem a sok grand kanyont. Igen, és hazáig is a fúba. Jaj. Tudj, Charlie, mielőtt kimegy Amerikába, bemegy a Spájzba, elkezd keresni ilyen befő, csavaros tetejű befőtt a süvekkel, meg Krisztiának levegőt kell hoznom a grand érted? Kurva teszkó zacskó, nem jó, az meg, meg kiukad. Azon gondolkoztam, hogy viszek ilyen kis izét, tudod ezt a... Um, amivel a követ törik kis csákányt, és akkor mindenhol, tudod, elmegyek valami kibaszott régi több ezer éves objektum előtt, és odaállok, állok, mit csinál, mit csinál? Só, semmi, semmi, Christian viszem, viszem, követ pattintok, és dírbazd meg, lepattintom a sarkát, ki tiltanak az országból örökre. De hát nekem hoznom kell a követ, hát nekem challenge vagyok, bassza meg. Ahogy tetszik. Érted, ezt nem választottam, ez, ez, ez nekem amúgy egy keresztem. Ha azt mondja a főnök, hogy hoznom kell a követ, akkor hoznom kell a követ. Fiúk, ö, sorozatoljunk! Ja, 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 ja. Mert egy csomó minden elindult. És én még megadtam az esélyt, egyébként nem tudom ti, hogy vagytok vele a százzal, de megint azt mondtam, hogy kaptok még tőlem egy pár epizódnyi, Jól indult szerintem. É, igen, nem, hát, na, mondjuk azt, nem volt olyan szar, mint az előző évad. És akkor nem lőttünk nagyon mellé, de nekem még mindig visszatetsző ez a gyerekek, majd megváltják a világot, egyébként most kíváncsi leszek, hogy a nukleáris katasztrófát hogy tudják megoldani fél éven belül, vagy még kevesebb idő alatt, de... De a Bellamy az kurva jó volt benne, ez nagy kérés lenne, hogy két világ megmentés között legalább egy pár napot maradjunk nyugtal. <laughs> Igen. Ami ö, baromi jó, és nem tudom, hogy említettük-e az HBO sajátját, a Six-et. Nem, azt én nem is tudom. Ne, nem, nem. Krisztián, ami. Nem, egy, nem néztem, még csak láttam, hogy. Egy pár éve volt megy. ebből ö, konfliktus, mert hogy ez egy megtörtént eseményen alapul, ez egy minisorozatszerű szerű valami az a Boko Haram féle, ö, iskolás ö, lányokat rablás. Emlékszel arra a sztorira? Nem, nem, nincs meg. A Boko Haram elrabolt, mert ugye nekik ez volt a pénzkereseti forrásuk, hogy fiatal lányokat rabolunk, eladjuk a szűzlányokat, abból pénzt kapunk, és a többi, és a többi megy a díl. Veszünk újabb szűzlányokat. Majd majdnem, és, és ezt a történetet dolgozza föl egyébként ez a minisorozat. Egy ex-névi szíles ö, kilépett katona, aki ott ilyen pff, magántestőrként funkcionál, és tudod, ez a tipikus, ez a, mint a, mint a hogy hívták a, a Die Hard-ból a... John McLean. Joe McLean, tudod, ez a fölkelek mára visz, öblögetem az algopirint, és, és na, ilyen kaliberű csávó. Úgyhogy az, az, egy, az egy baszott jó sorozat, csütörtökönként van, úgyhogy holnap, illetve hát aki mikor kitesszük az adást, aznap hallgatja, akkor ma esténként van az HBO Gone, ami, ami még újra indult és a, a, negyedik sort azt kihagyom, azt majd valaki más mondja, ami újra indult és megint neki kezdtem, az természetesen a Black Sales, tehát az, 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 az betyár. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy aki eddig Az nem is. is nagyon ismer, jól indult, igen. 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 és, és nem gyors, bocsánat, nem lassan. Tehát euh, volt benne egy kis, kis gondolkozás, és aztán puf bele a közepébe, a vidős kurva faszba. Úgyhogy ott kemények. Megjöttek a szülők. A macska Ó, szülők. Ó, megjöttek a cicákért, a cica tulajdonosok. Szia, Kinga. Üdvözöl, Kinga! Hello, Kinga! És Fifika is. Bocsánat, Kinga nagyon szomorú, mert mennek haza a kis cicák. Remélem azért nem pattintja föl az erejét, mert hogy mi sem. <laughs> <laughs> Elképzeltem be, Kriszti a szobájába, tudod, zsillett a balba, a jobb kezén föltűrve az, a, 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 ruhája, és akkor így. <laughs> Kriszti, a mennek a én nem bírom idegekkel, és így, <laughs> így bővág. De csak a kádba, a kád fölött, nehogy összevérezzen ott mindent. És nem kereszt... föl, mert össze kell pakolnom a cicát. Nem keresztbe hoz. Jó. Akkor, akkor még két dolgot, vagy még egy dolgot mondok, és akkor marad másnak is, aminek uh, uh, vége van, ugye? A Vikings aktuális évada, hát ők is odabasztak az évad zárásra. Tehát itt, itt, itt királyölés itt, uh, itt hadjárat, itt testvé. Nézed, Krisztián? Nem. És nézed? Igen, be van tárazva. Jó, akkor most majdnem elköptem valamit. Kemény dolgok vannak az utolsó rész, utolsó egy percében is, úgyhogy ennyit a trélerezésről. Rád nem mondom az tovább. A, a kábelbe. Enyém? Nem, egy helybe ülök. Hú, de szép lett volna, olyan epikus, hogy megy, egy hatalmas rántást hallunk, a mikrofont megtépi, azt téged fejbe basz. Mikrofon... ez nem a mikrofon, ez a füles volt, letépte volna a fülest a fejemre. Hát még szebb lett volna, és így a nyakad... Így... Halljátok, hogy leszakad a fejem a helyéről. Igen, az új zsilletpengés fejhallgató. Igen. Na úgyhogy nekem ennyi lett volna, és várom, hogy kiírta be azt a tudkós sort, mert mert az érdekelne engem is. Illet... Az én voltam, az én voltam, kérlek szépen, most, hogy így eszembe jut, én használok ilyen szavakat. Ö, sorozatot csináltak a halálos fegyverből, és szerintem baromi jó lett. E -e eszerős jó poénok vannak benne, nagyon jó a hangulata. Már majdnem kész az egész évad, majdnem le leadták az egész évadot. Én nagyon tudom javasolni ilyen kö könnyed szórakoztató sorozat. Hello, fiatalok! Ó, hozzám megjöttek közben. Figyelj, Krisztián, élő egyenes adásban közöld velük, hogy itt, itt, komoly férfi munka folyik. Üdvözlünk mindenkit a Párasító Podcast 144. adásában. Ennyien a stúdióban még sosem voltak, plusz két cica. Jó, de akkor most már köszönjenek be, vagy valami. Nem tudnak be, köszönjetek akkor a kedves hallgatóknak. mindenkit! Köszönjük! Azt hittem ufók, tudod? Igen, Mert... tudod, vagy, vagy valami, hogy izé, kovács vagy most vagyok a nyolcadik B-ből, de nem. Jó, van mindegy. Sziasztok! Jó, akkor ezt, ezt húzzuk rövidre, és akkor van még egy tébetűs, azt nem tudom ki írta be, de én is elkezdtem, csak megálltam, vagy hát meg, megrekedtem vele, úgyhogy arra tabu. Mesélhetni? A tabu az uh, hihetetlen uh, jó sorozatnak ígérkezik. az Állj HBO... meg, állj meg, ez igen. ha annyit kérhetek, hogy ez az első 20 percet láttam, ez olyasmi, mint a ö, mint a Sherlock Holmes. Mármint, hogy a, a trilógia. Tehát a, úgy a képi nem. világából nekem ez jött le. Nem. Tudod, hogy nekem folyamatosan ilyen, ilyen picit ö, ö, a, nem tudom, te annak idején nézted az Onedin kapitányt. Igen. Már hogy az Onedin család. Na az Onedin családot képzeld el a trónok harcába döntve. Tehát, hihetetlen jó, érted? Jó, tehát hihetetlen. akkor ilyen barkós nagy hihetetlen. emberek hihetetlen ölik legyen. egymást a picsába. Hihetetlen jó. Mindjárt végzünk, lazítsatok már. Van benne hentelés, iszonyatosan jó, visszadja a korabeli Londonnak a, a hangulatát, és, és az akkori intrikákat. Nyilván nem voltak ilyen büdös kemény fickók, mint a, a főszereplő, de nagyon jó. Tehát. És egy nagyon pici, de tényleg egy csipetnyi misztikummal nyakon van öntve. Zsír. Zsír. Na jó, akkor én ezt el fogom kezdeni, Meglegyen. csak az a baj, hogy, hogy ezt asszony nélkül tudom csak nézni, mert az első 10-15 percet vele néztem, és nagyon nem fogta meg, úgyhogy ez, ez akkor megint rám marad külön. Kellenek az ilyen sorozatok is. Az Örgessétek a baj, hogy... meg srácok, mert nekem Az a baj, hogy szörnyem. egyre szörnyem. több ilyen van. Azt szeretném még, hogy esetleg, ha az Ó testamentumot elkezdhetnénk az elejétől, az még belefér a mai adásba. <laughs> az, ha megpörgetitek, persze. <laughs> Jó, Krisztián, nem kínzunk. Mennyi cicálkolni. mindenkinek köszönjük szépen az eheti figyelmét. 144 voltunk, jön a 150, úgyhogy készüljetek gőzerővel a találkozóra. Bocsánat, hogy beleköhögtem. Ez. Amen. Annyit mondok, csak hiába próbálja Krisztián gyorsítani, annyit mondok csak, hogy ez egy picit exkluzívabb, ez egy picit uh, nyugodtabb, ez egy picit csendesebb, ez egy picit meghívásos jellegű lesz. Úgyhogy én megköszönöm wow. a figyelmeteket, és jövő héten ugyanit, ugyan veletek. Sziasztok! Köszönünk mindent, főleg azt, hogy itt voltatok velünk ebben a végére egy kicsit uh, nagyobb családiasra sikeredett podcastben. Szép napot <laughs> nektek, egy élmény volt, sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!